Már most egy picit visszanyúlok a legelejére, amit elkezdtél mondani, hogy ugye kérdéseket tettél föl, és erről már beszéltem másik videóban is, hogy mennyire fontos gyakorlatilag kérdéseket tennünk föl, mert akkor fogsz kapni választ is. De ugye nagyon sok ember nem tesz föl kérdéseket, hanem sodródik az élettel, elfogadja, ami jön, és kész, így nem is kap választ. Hát miért is kapna választ, hogyha nem kérdez? És ez egy nagyon fontos dolog, én ezt úgymond kötelezővé tenném, hogy az emberek tegyenek föl kérdéseket. Az már egy másik kérdés, hogy ugye ki fog erre válaszolni, meg hogy kinek teszed föl a kérdést, de hogyha megérted azt, hogy egy sokkal magasabb szintű intelligencia van benned, hogy így mondjam, akitől meg fogod kapni a választ, de ehhez kérdezni kell. És ezáltal fog kialakulni az, hogy az a bizonyos belső hangra tudsz hallgatni. És ugye pont azért, hogy amit elmondtál, azért nagyon jó volt, hogy itt nem akarunk senkit se elterelni ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Nagyon fontos az, hogy mindenkinek hallgatni kell a megérzésére, hogy neki mi a jó. Mert van, akinek X dolog segít, van, akinek Y dolog segít. Itt nézzük csak a természetgyógyászatot, ugye rengetegféle technika van, valakinek mondjuk a Theta Healing jön be, valakinek a Reiki jön be, de nem az a lényeg, hogy ezt hogyan nevezzük, hanem az, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki jó, mert mindenkit más fog segíteni fölemelkedni, és előrébb vinni a fejlődése útján. Úgyhogy én ezt egy nagyon sarkatos pontnak tartom, a kérdezést, hogy igenis kérdezzünk, hát így fogunk választ kapni. És most ebben ugye kialakult helyzetben is azt látom, hogy akik egy picikét gondolkoznak és kérdéseket tesznek föl, azok meglátják az igazságot. Akik nem, azok gyakorlatilag azután mennek, amit eléjük tesznek. És hát, na mindegy. De a lényeg az, hogy igenis merjünk kérdezni, tegyünk föl kérdéseket, és ami fontos, hogy mindig, ami jön, arra hallgassunk. Tehát ami legelőször jön, ugye általában ez úgy szokott működni, legalábbis nálam, nem tudom nálad, hogy van, majd elmondod, hogy amikor valamire választ szeretnék kapni, és fölteszek egy kérdést, gyakorlatilag el se tudom mondani a kérdést teljesen, már jön egy válasz, és ott viszont ott van az ego elme, amikor ugye beleszól, hogy hát ez hülyeség, és akkor már el akar vinni, de hogyha megtanuljuk azt, hogy igenis hallgatunk erre a belső hangra, erre a megérzésre, akkor az tényleg segíteni fog, és arra fogunk menni, amerre mennünk kell. És ugye egy pár szót itt beszéltünk a felvétel előtt, és ott is említettem, hogy én is egyre jobban figyelek erre, mert sokszor elvinne az ego elmém, hogy már pedig ezt csináljam, vagy azt csináljam, de igenis oda kell figyeljünk a testünk üzenetére is, hogy mit üzen a testünk, tehát hogyha ha fáradt vagy, akkor igenis pihenjél, és add meg a testednek, ami kell, mert nem véletlenül üzen, tehát hogy ne erőltessük bele magunkat csak azért különböző szituációban, mert mi máshogy gondoljuk, hogy mit kellene csinálnunk. Tehát, hogyha odafigyelünk a testünk üzenetére, a belső lényünk üzenetére, akkor azon az úton fogunk haladni, ahol támogatva is vagyunk. Valahogy így. Úgyhogy még egyébként a zenét, amit említettél, az is egy tényleg nagyon érdekes dolog, hogy ugye főleg, és most nem akarok semmi ellen szólni, de ha megnézzük mondjuk a metal zenét, hogy az ember tényleg egy picit odafigyel az érzéseire, hogy mit váltasz ki, mikor egy ilyen olyan szövegezésű és egy olyan hangzású zenét hallasz, hogy gyakorlatilag az mondjam úgy, hogy a léleknek fáj, mikor azt hallod, és ugye ez is ahhoz kapcsolódik, hogy tényleg mi is energialények vagyunk, ugye a zene is egy rezgés, egy energia, és ez abszolút hatással van. Ugye most eszembe jutott erről pont az Emoto professzor, ugye, aki a víz üzenetét írta, és ugye ezzel végzett kutatásokat, hogy milyen hatást fejt ki gyakorlatilag a vízre, a víz molekuláira, például a zene.
Úgyhogy abszolút, abszolút jól visszaadja ez is igazából. Na, én